This conference will now be recorded. Üdvözlök még egyszer mindenkit a Camden BRI Magyarország által rendezett Glopak projekthez kapcsolódó magyar webináriunkon. Első körben egy pár technikai kérdést szeretnék elmondani. Mivel elég sokan vagyunk itt, hál' Istennek, ezért de egy páran jelezték, hogy nem tudnak csatlakozni, annak ellenére, hogy meghirdettük előre a webinárt, felvesszük ezt a kis előadást, és elérhetővé is tesszük minden beregisztrált partnerünk számára egy YouTube linken keresztül. Annak érdekében, hogy a felvétel az igazán jól sikerüljön, azt szeretném kérni mindenkitől, hogy a mikrofonját hagyja lenyitva, hogy az esetlegesen beszűrődő környezeti zajok ne zavarják a webinár minőségét. Ezen felül az előadás végén, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, azt nyugodtan tegye fel, és igyekszem válaszolni rá, illetve természetesen ezt követően e-mailben vagy telefonon is elérhetőek vagyunk, elérhető vagyok további kérdések esetén. De vágjunk is bele. Ugye a mai webinárunk a Glopak projekt köré csoportosul. Maga a projekt nevéből adódóan a csomagolóanyagokkal foglalkozik, ami nagyon is aktuális, hiszen számos olyan esemény történt a világban, Európában, mely szükségessé teszi esetleges alternatívák kutatását, fejlesztését, melyek a hagyományos műanyagokat kiválthatják. Ugye 2019 májusában megjelent az erre vonatkozó az egyes műanyagtermékek beszüntetését elrendelő európai rendelet is, melyet minden tagállamnak 2021. július 3-áig kell érvényesíteni, és ennek ugye megfelelően Magyarország be is jelentette, hogy ez év februárjában, hogy 2021-től Magyarországon is betiltásra kerülnek az egyszer használatos műanyagok forgalmazása. Ennek a rendeletnek a célja, hogy csökkentsék, illetve megelőzzék az emberi egészségre gyakorolt negatív hatást, a környezetre gyakorolt negatív hatást, illetve a vízi környezetre gyakorolt negatív hatását az ilyen műanyagoknak, hiszen ezek fennmaradnak a természetben, környezetben, nagyon nehezen bomlanak le, több száz, akár ezer év is kell hozzá, hogy lebomoljanak. Így ez a törvény elősegítette, még inkább rásegített arra, hogy alternatívákat keressünk. Ezzel párhuzamosan, hogy ezt követően ugye kiadásra került az Európai Zöld Megállapodás, az úgynevezett Green Deal, melynek célja, hogy 2050-re az Európai Unió klímasemlegessé, karbonsemlegessé váljon, és hogy elősegítse az összes ipari szektor körforgásos gazdálkodásra való átállását, és ehhez mindenfajta platformot megteremtsen, hogy ez megvalósulhasson. Ugye a körforgásos gazdálkodásnak a célja, hogy ne arra fókuszáljunk, hogy valamit előállítunk, használunk, majd megsemmisítünk valahogy, hanem hogy folyamatos körforgást teremtsünk ebben a rendszerben, hiszen a használat után valamilyen úton módon vagy próbáljuk meg olyan anyagokká átalakítani ezt az anyagot, amit újra fel tudunk használni, vagy pedig, ha már le kell bontani, akkor olyan anyagokká bontsuk le, amelyek semlegesek vagy nagyon kis környezeti terheléssel járnak. Ennek tökéletesen megfelel a Glopak projekt, hiszen célunk alacsony környezeti hatással bíró innovatív csomagolóanyagok kifejlesztése, melyek elősegítik az élelmiszerek hosszabb eltarthatóságát. Maga a projekt 3 éves, és az alatt a 3 év alatt a csomagolás innováció 3 területével foglalkozunk. Egyrészt ki szeretnénk fejleszteni egy biológiai alapú, biológiai lebomló, komposztálható csomagolóanyagot. Elnézést. Na most jó. Szóval az első innováció a biológiai alapú és biológiailag lebomló csomagolóanyagok kifejlesztése, főként mezőgazdasági hulladék, illetve élelmiszer hulladékok átalakításával. A második innovációnk, vagy második terület, amivel foglalkozunk, az aktív csomagolóanyagok kifejlesztése annak érdekében, hogy a csomagolóanyagba vetett termékeink minőségi megőrzési idejét meghosszabbítsuk, illetve szeretnénk azt is
vizsgálni, hogy az adott termékünk, tehát a csomagolásunkban benne levő termékünk frissessége, minősége az megfelelő-e a tárolás vagy a fogyasztónál levő tárolás során. Éppen ezért egy intelligens csomagolást is kifejlesztünk, mely egy okos telefonra letölthető applikációval teszi lehetővé a termék frissességének, illetve minőségének ellenőrzését a tárolás során. De nézzük meg a fogalmakat, amelyek ezekhez a csomagolóanyagokhoz, és főleg a biológiai alapú biológiai lebomló csomagolóanyaghoz kötődnek. Ugye nyilván ez nem újdonság, hogy mi a különbség a biológiai alapú, fosszilis alapú csomagolóanyagok között. Nagy előnyük a biológiai alapú csomagolóanyagoknak, hogy ezek megújuló erőforrásból állítódnak elő, készülnek, így a környezeti terhelésük jóval kisebb a fosszilis alapú csomagolóanyagokhoz képest. Itt igazából a legfontosabb üzenet, amit meg kell jegyezni, hogy attól még, hogy valamire azt mondjuk, hogy biológiai alapú csomagolóanyag, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez biológiai lebomló csomagolóanyag is, hiszen ez csak az alapanyagot jelenti, alapanyagra vonatkozik, amiből előállítjuk a terméket, nem pedig a csomagolás funkciójára vagy viselkedésére. A biológiailag lebomló csomagolóanyagok, ugye azok, amelyek egy idő után mikrobiális tevékenység hatására vízre, széndioxidra, illetve biomasszára bomlanak le. Itt a kulcs ugye az, hogy egy bizonyos idő után, illetve azt nem szabad elhanyagolni, hogy ez a fogalom csak akkor értelmezhető igazán, hogyha megadjuk hozzá, hogy milyen környezetben bomlik le az adott csomagolóanyag, legyen ez a víz, a talaj vagy ipari környezet, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy ez a folyamat végbe menjen, illetve hogy milyen körülmények szükségesek ahhoz, hogy a folyamat végbe menjen, tehát milyen hőmérséklet, milyen páratartalom és milyen egyéb környezeti körülmény, ami befolyásolhatja ezt a folyamatot. A biológiai lebomló anyagokon belül meghatározhatjuk úgymond a komposztálható anyagokat, melyekre egy szabványos kidolgozásra került. Tehát csak akkor nevezhető egy anyag komposztálhatónak, ha ennek az ISO szabványnak, ennek az 13432-es szabványnak megfelel. A minimális követelménye ennek a szabványnak, hogy a csomagolóanyag, vagy az anyag, amit komposztálhatónak tekintünk, 12 hét alatt szétesik, tehát elveszíti az eredeti integritását, 6 hónap alatt pedig teljesen lebomlik a meghatározott körülmények között vízre, széndioxidra, illetve biomasszára. Tehát itt a komposztálhatónál a kulcs szó az, hogy meghatározott körülmények között. Tehát ebből látható, hogy ez a definíció ez igazából úgy értelmezhető, hogy minden komposztálható anyag biológiailag lebomló anyag, viszont nem minden biológiai lebomló anyag komposztálható, hiszen ahhoz előre kimért körülmények szükségesek, melyeket igazolni is tudnunk kell. A komposztálható anyagoknál meg kell különböztetnünk az iparilag komposztálható, illetve a kiskertünkben otthon komposztálható anyagokat, hiszen az iparilag komposztálható anyagoknál azok, tehát ezek az anyagok csak egy ipari üzemben, tehát egy erre kialakított üzemben bomlanak le hatékonyan, úgyhogy a környezet számára ténylegesen ne jelentsenek terhelést, és ehhez szabályozott körülmények szükségesek. Az ipari komposztálás általában 50-70, tehát viszonylag magas Celsius fokon megy végbe, tehát lényegesebben magas hőmérsékleten, mint egy otthoni komposztálás, ahol ugye a kertünk vagy a talajba próbáljuk meg ezt a terméket úgymond elrejteni, vagy pedig a kis komposztáló edényünkbe. Ott a körülményeket nem tudjuk szabályozni, hiszen a környezet meg ki vagyunk téve, és általában nyilvánvalóan a hőmérséklet ezekben sokkal alacsonyabb, mint ez az 50-70 Celsius fok. Tehát itt újra azt tudom elmondani, hogy a két definíció, biológiai lebomló, illetve a komposztálható anyag, azok nem összemosandóak, tehát a különbséget azt értékelni kell, illetve hogyha már látunk egy boltban mondjuk egy ilyen terméket, amire rá van írva, hogy komposztálható, ugye azért ott figyelembe kell venni, hogy ez milyen körülmények között, hiszen ha azt gondoljuk, hogy komposztálható, és elrakjuk a kiskertünkbe, de csak ipari körülmények között bomlik ez le, akkor több kárt okozunk, mint hasznot igazából. Tehát ezért is fontos, hogy a vállalat, aki arra adja a fejét, hogy csomagolóanyagot vált, és valami fajta ilyen biológiai lebomló vagy komposztálható anyagot választ, akkor egy megfelelő jelölést
legyen úgymond a csomagolóanyagról, hogy hogyan kell kezelni ezt a terméket. Nézzük, hogy mit csinálunk mi a glópakban. Ugye ezt említettem, hogy biológiai lebomló, otthon komposztálható csomagolást állítunk elő, egy ilyen tárca formájában, ami a képen is látható. Az alapja ennek a csomagolóanyagnak az úgynevezett PHA, erről egy 2 percen belül fogok még beszélni, hogy ez mit jelent. Ennek a csomagolóanyagnak nagy előnye, hogy ez szobahőmérsékleten vízre és széndioxidra bomlik, és általában a talajban ez a folyamat ez 2 hónap alatt végbe megy, de csak mikróbák jelenlétében a megfelelő körülmények között. Ez azért fontos kiemelni, mert a fogyasztóban van egy ilyen félelem, hogyha biológiai lebomló, akkor lebomlik-e az én csomagolóanyagom a hűtőbe is 2 hónap, 3 hónap, x hónap alatt, amíg én tárolok valamit a hűtőmben vagy spájzban. Ez azért nem valósulhat meg, hiszen a lebomláshoz szükségesek a mikróbák, hiszen végül is ők kezdeményezik, ők indítják el ezt a folyamatot, illetve a megfelelő körülmények is szükségesek. A projektet úgy terveztük meg, hogy olyan termékekre fókuszáljunk, amelyik rendkívül érzékenyek a környezeti hatásokra, az oxigén tartalomra a csomagolóanyagban, így ezekre próbálunk fókuszálni, és így választottuk ki ezt a 3 terméket, amit felsoroltam, tehát a nyershústra fogjuk tesztelni, vagy a nyershús tárolására fogjuk tesztelni a tálcáinkat kenhető sajtokra, illetve vegetáriánus készételekre. Jelen pillanatban 2 fajta tálcánk van, ugye egy sötétebb barna és egy világosabb barna, ugye a sötét barna szint azt a hozzáadott rost adja, amit csak a technológiai szempontból adtunk hozzá, hogy egy kicsit javítsuk a csomagolóanyagnak a paramétereit. De nézzük is, hogy mi ez a PHA. Ugye ez egy biopolimer, amit mikroorganizmusok állítanak elő, amikor úgynevezett ilyen stressz helyzetbe kerülnek, és bizonyos tápanyagok nem állnak rendelkezésükre, így termelik ezt a PHA-t, mint energiaraktárat. Ha megfelelő a gyártásunk, akkor ugye ez a sejteket rákényszeríthetjük erre az energiaraktár termelés, és utána ezt mi ki tudjuk vonni a folyamatból. Nem szükséges különleges baktériumokra gondolni, akik ezt elő tudják állítani. Körülbelül 300 olyan mikroorganizmust ismerünk, amelyek képesek erre. Ha már kinyertük ezt a pH-t és csomagolást is készítettünk belőle, akkor egy viszonylag rideg polimert kaptunk, melynek alacsony az áteresztő képessége, így éppen ezért alkalmas az olyan termékek csomagolására, amiket bemutattam, tehát a nyers hús vagy kenhető sajtok. Ellenálló a nedvességgel szemben, illetve további előnye nem a csomagolóipar számára, de fontos szempont, hogy biokompatibilis, tehát az orvosi felhasználása megengedett és viszonylag el is terjedt, különböző ilyen implantátumok készülhetnek PHA-ból. Nézzük, hogy mi hogyan állítjuk elő ezt a projekt során. Ugye fontos innováció, hogy mi mezőgazdasági hulladékot használunk, mint alapanyagot a tálcáink kialakításához. A jelenleg piacon levő PHA alapú csomagolóanyagok sokszor más élelmiszerként is felhasználható anyagból készülnek, így ez egy kicsi etikai dilemmát okozhat a fogyasztóknál, hiszen hogy ezeket fel lehetne használni élelmiszergyártásra is, akkor miért csomagolóanyagot állítunk elő belőle. Erre válaszként a Glópakban úgy döntöttünk, hogy 2 fajta mezőgazdasági hulladékot használunk, illetve alkalmazunk, egyrészt kukoricacsövet, másrészt pedig fel nem használt gyümölcs alapanyagokat. A kukoricacső felhasználása nálunk a projektben egy olasz kísérletüzemben valósul meg, még a gyümölcs felhasználás vagy feldolgozása pedig egy portugál egyetem kísérleti üzemében. Azt követően, mert tudjuk, hogy mi az alapanyagunk, ezt az alapanyagot fermentáltuk, és majd ebben a fermentációs folyamat végén bizonyos tápanyagokat elvonunk a rendszerből, így a mikroorganizmusok rá vannak kényszerítve arra, hogy elkezdjék kifejleszteni, szintetizálni ezt a PH-t. És mikor úgy döntöttünk, hogy megfelelő mennyiségű PHA van a rendszerünkben, akkor pedig különböző szűrő módszerekkel kisnyerjük ezt az anyagot, és következő lépésként ilyen biokompozitokat képezünk belőle, ilyen kis hengerszerű egységeket, mint ahogy a képen is láthatják,
és ezek jelentik lényegében a csomagolásunk alapját. Nyilván ahhoz, hogy egy ilyen kis helyes hengereket alkossunk, bizonyos adalékanyagokat hozzá kellett adni ehhez ez a kinyert biomasszához, de ez is a feldolgozhatóság része. És ezt követően ezek a kis biokompozitokat, tálcákra alakítjuk. Jelen esetünkben ezt egy olasz csomagolás vállalat, csomagolóanyagot gyártó vállalat készíti. És így meg is kaptuk ezt a kétfajta tálcát, amit láttunk az elején. Nézzük, térjünk át az aktív csomagolás részére a projektünknek, illetve a mi innovációnknak. Ugye itt a cél, hogy egy módosított atmoszférájú csomagolást hozzunk létre, annak érdekében, hogy a termékeink minőségmegőrzési idejét meghosszabbítsuk. Kétfajta utat választottunk ebben az esetben. Egyrészt hozzáadunk a csomagoláshoz egy antimikrobiális anyagot kibocsátó aktív komponenseket, annak érdekében, hogy a romlást okozó mikroorganizmusokat visszaszorítsuk, illetve igyekszünk a csomagolóanyagban, vagy csomagolásban visszamaradó oxigén mennyiségét lecsökkenteni, különböző oxigén elnyelő oxigén megkötő aktív komponensekkel, éppen azért, hogy a mikrobáknak még kevésbé adjunk teret a szaporodásra. Az antimikrobiális anyagot kibocsátó komponensekre két vegyületet tesztettünk. Az egyik, az első, az arginát származék, ez ugye ez forgalomban levő szabadalmazott vegyület, a második pedig a fűszernövényekből, mint az oregánóból kinyert vagy és előforduló vegyület, a karvakról nevű vegyület, melyek bizonyítottan antimikrobiális hatással bírnak. Mindkét esetben ezt a komponenst még a kis biokompozitok, tehát a hengerszerű képződmények létrehozása előtt hozzá kell adni a csomagolóanyagunkhoz, és csak azután mehet a gyártás tovább. Azonban itt a nehézséget az adja, hogy például a karvakrólnál ez nem egy bevett anyag, amit használnak a csomagolóanyagokhoz, így folyamatos teszteket, illetve további információkat kell gyűjtenünk ezek viselkedéséről. Az egyik ilyen, hogy meg kell határozni, hogy mennyit adhatunk tulajdonképpen a csomagolásunkhoz, hiszen nem lehet elfelejteni, hogy azért a komponensek kioldódhatnak a csomagolóanyagunkból. Így ennek kiszámítására három tényezőt mindenképpen figyelembe kell vennünk, egyet magát a migrációt. Ha meg van határozva, akkor az adott vegyületre a megengedhető napi bevitelt, illetve hogyha értelmezhető, akkor a fogyasztók természetes kitettségét az adott vegyületnek. A karvakrognál, mivel ez fűszernövényekben előfordul, és semmifajta negatív hatást nem érzékeltek, ezért a megengedhető napi bevitel nincs meghatározva. Azonban megbecsülték, hogy mennyit fogyaszt egy ember egy nap ebből a vegyületből, illetve meghatározták még azt is, hogy melyik lehet az a nagyon magas kritikus határérték, ami már esetleg valamifajta negatív reakciót váltana ki az emberből. Ezt a két számot láthatják a kis dobozban a dia sarkán. Ugye a becsült napi érték az 24 mg per fő per nap, még ez a nagyon magas kritikus határérték, ami egy kockázatértékelés alapján került meghatározásra, az pedig 1800 mikrogram per fő per nap. A kettő között elég nagy különbség van, éppen ezért tartjuk ezt a vegyületet egy potenciálisan alkalmazható aktív komponensnek, hiszen ez a két érték között megtalálható az a csomagolásban alkalmazandó mennyiség, ami megfelelő antimikrobiális hatást vált ki, viszont a esetleges migrációja esetén az emberek egészségére nem hat negatívan, vagy nem befolyásolja negatívan a termékünk érzékszervi tulajdonságait. Ugye említettem, hogy a reziduális oxigén koncentráció csökkenése érdekében oxigén elnyelő vagy megkötő aktív komponenseket is alkalmazunk. Itt is két vegyületet tesztelünk, egyrészt a vasat, illetve a gallus savat is, ami olyan növényekben található meg, mint a tea leveleiben, vagy a tölgyfa kérgében, illetve sok más egyéb növényben is.
Ezek is beépítésre kerülnek a csomagolóanyagunkban, és szintén modellezések alapján próbáljuk eldönteni, hogy melyik volna a kettő közül a megfelelő hosszú távon az ipari gyártás során. A harmadik Glópak innováció az intelligens csomagolás kifejlesztése, melynek célja, hogy nyomon tudja követni a fogyasztó, hogy mennyire friss a termék, mennyire megfelelő a minősége, még hogyha egy viszonylag hosszabb ideig tárolta. Éppen ezért egy tápegységmentes RFID alapú bioszenzort fejleszt ki a projekt, amelyet összekötünk egy mobil applikációval, és ezen keresztül ugye érjük el a fogyasztót. Az egésznek az alapját az adja, hogy bizonyos fehérjék, víztartalom vagy gázösszetétel, vagy különböző mikrobiális fejlődés és anyagcsere termékek hatására megváltoztatják úgymond az elektromos tulajdonságaikat az időben. Így ezek mérhetőek, és ezek utalhatnak arra, hogy az élelmiszer minősége az hol áll az elfogadhatósági skálán. Jelen esetben ott tart a fejlesztésünk, hogy három kategóriát határoztunk meg. Egyrészt a jó, tehát amikor még a termékünk tökéletes minőségi állapotban van, tehát fogyasztásra alkalmas. Van egy középső tartomány, amikor már hát inkább közelebb vagyunk a minőségmegőrzési idő, a frissesség végéhez, de még azért, ha gyorsan megesszük, akkor fogyasztható a termék, és megfelelően elkészítjük, akkor úgy fogyasztható a termék. Illetve a harmadik kategória nyilvánvalóan az, amikor azt mondhatjuk, hogy ez a termék már nem jó, már nem alkalmas a fogyasztásra, már veszélyes a fogyasztó egészségére. Tehát nézzük összefoglalva, miben áll a Glópak projektnek az újdonsága. Egyrészt ugye foglalkozunk három csomagolás területtel, amelynek előnye, hogy kifejlesztjük ezt a biológiai alapú, biológiailag lebomló terméket, a csomagolóanyagot, de ennek az alapanyaga az mezőgazdasági hulladék, nem pedig úgymond értékes élelmiszert használunk. Azáltal, hogy biológiai lebomló és komposztálható terméket fejlesztünk ki, így annak a környezeti terhelése sokkal-sokkal alacsonyabb lesz, mint egy hagyományos fosszilis alapanyagú csomagolóanyagé. A második innováció, tehát az aktív csomagolóanyag előnye, hogy azzal, hogy esetlegesen pontosabban meg tudjuk határozni a minőségmegőrzési idejét a termékünknek, illetve ezt meg is tudjuk hosszabbítani esetlegesen, csökkentető az élelmiszer hulladék mennyisége, amely szintén az egyik nagy célja az Európai Uniónak. A harmadik, az intelligens csomagolóanyag lehetővé teszi a csomagolásunk és a termékünk jobb nyomon követhetőségét, illetve szintén hozzájárul az élelmiszer hulladék és veszteség mennyiségének csökkentéséhez. Annyit még elmondanék, hogy a projekt keretében nagyon sok fogyasztót 5 különböző országban megkérdeztünk, hogy mit gondolnak erről a három innovációról, és igazából amit visszajelzést kaptunk, hogy az első, tehát az, hogy biológiai lebomló, biológiai alakú csomagolóanyag, ez nagyon pozitív fogadtatásra nyert, ezt tudják valamihez kötni az emberek. A másik két kategóriával azonban már volt problémájuk, hiszen ha azt mondtuk nekik, hogy valamifajta anyagot belekerül a csomagoló anyagba, és az érintkezik a termékkel, ezt már azért kétkedve fogadták, hogy ez az ő életüket, a termék minőségét, vagy az egészségüket hogyan befolyásolja. Az intelligens csomagolóanyaggal szemben elég nagy ellenállás mutatkozott, hiszen félnek az emberek attól, hogy az ő nyomon követésüktől, tehát hogy esetlegesen az ő tevékenységük, fogyasztási szokásai kerülnek monitorozásra, nem pedig ténylegesen a terméké. Így amellett, hogy nagyon sok kutatási feladat áll még előttünk, ez is egy feladatunk, hogy egy kicsit a fogyasztói gondolkodást is átalakítsuk, és rávezessük őket ezeknek az innovációknak az előnyeire. Illetve ami visszajelzést még kaptunk, hogy ugye itt a képeken is ez a szép barna tárca látható, ezt viszont nem mindegyik termék esetén fogadták el a fogyasztók. Tehát egy sajtterméknél még jobban el tudták fogadni, hogy egy ilyen sötét barna tálcában tároltuk, de például egy hús esetén elég nagy ellenállást mutattak. Így annak lehetőségét is vizsgáljuk a következő hónapokban, hogy esetleg a színét azt hogyan lehet egy kicsivel finomítani, hogy a fogyasztók számára ez jobban nézze, kedvezőbb legyen. És még egy dolgot említenék meg, amit lehet, hogy a
önök részére is érdekes lehet, hogy amellett, hogy nagyon sok kutatási feladatunk van ebben a projektben, létrehoztunk egy európai szintű platformot, egy úgynevezett stakeholder platformot, ahova folyamatosan várjuk az érdeklődő vállalatok, szervezetek jelentkezését, és ennek előnye, hogy mivel ez a stakeholder platform, ez egy zárt közösség, így sokkal több részletet megoszthatunk a platform tagokkal, mint egy nyilvános webinár vagy előadás keretén belül. Ezeket folyamatosan szervezzük, ezeket a különböző rendezvényeket, és akik belépnek ebben a platformba, őket meghívjuk minden évben az egyes projekt meetingjeinkre, gyakorlatilag projekt megbeszéléseinkre, ahol találkozhatnak egyrészt más tagokkal, és lehet konzultálni a mi projektpartnereinkkel is egyben. Következő ilyen meetingünket 2020. szeptember októberére tervezzük, ugye a koronavírustól függően nyilván. Ennek helyszíne Belgium lesz, Gent, ami egy egyetemi város, és erre, ha bárkit érdekel, jobban érdekel ez az egész csomagolóanyag, innovatív csomagolóanyag terület, és érdekli maga a Glopa projekt is, akkor továbbra is be lehet lépni a platformra, csak nekünk kell szólni. Mi egy dolgot kérünk a tagoktól, egyrészt, hogy legyen egy interakció köztünk és a tagok között, másrészt pedig, hogy egy titkossági nyilatkozatot küldeni fogunk minden jelentkező számára, ezt alá kellene írni, annak érdekében mi is a saját eredményeinket megvédhessük. Én ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet, illetve ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor igyekszem erre válaszolni.